Jaj, na, hogy vagytok? Old Adam and Marnak a Dad's Utos, és ez tíz. Hát, kicsit érdekesebb dolgok vannak, mint hogy hogy vagyunk. Hát, faszán vagyok, érted? Megy a biznisz, telnek a napok, telnek a hónapok, meg minden. Ha, hallgatunk meg, Szifiú, ne tereld a témát. Ja, hát most arról, amit mondtam telefonba. Aha. Jó, hát figyelj, Roni, meg így a többiek, képzeld el, hogy ugye Lilában nyomulok. Ti meg vágod, mivel, hát tiszteltek engem, meg felnéztek rám, meg ilyenek, vágjátok, hogy ki a, na mi jó, a szitu, mi a rizsa. Na jó, hagyd a fogba. Ja, jó. Igazából az ne, a lényeg, engem érdekel, engem érdekel. Igazából az a lényeg, hogy hát Raymondot felhívtam, hogy van három lehetőségetek. Három. Igazából, mivel kurva jó fej vagyok, nem is lehetőségetek, hanem választási. Hát választási lehetőségetek. Vágod a témát, hogy megy ez fekal. Szóval, egy, kaptok 50 000 dollárt, és leveszitek magatokról a Lilát, mert nekem jobban áll. Kettő, hát, csatlakozunk és nyomulunk együtt, csak két külön területen, és kurva medők leszünk, vagy három, kinyírjuk egymást, és azt fogja Lilát hordani, aki utoljára talpon marad. Figyelj, Max, nekem ezt mondta Raymond pár nappal ezelőtt, hogy Lilába járkálsz, és hogy meg kéne téged leckésztetni egy kicsit. Én mondtam is neki, hogy az az ő leszortja, az a leckésztetős cucc, tudod, mit csinálják legszívesebben? Na hát, vannak tippjeim. Kíváncsi vagy? Nem tudom. Vagy hagyjuk. Hát, gondolom, kivágnád a nyelve, meg ilyesmi. Nem, először a Lucy-nak a fejét vágnám le, aztán a Jeff-ét, ugye a faterét. Aha. Utána pedig kivágnám a szemeidet, hogy ne lássál soha többet semmi szint. Figyú. Viszont az öreg azt mondta, hogy ez nem túl jó. Hogy mégiscsak aranyos vagy, meg ilyenek. Én ilyet nem is mondtam, tesó. Azt mondtam, a csaj aranyos. Ja, persze. A csaj aranyos. Úgyhogy igazából nem tudom, mi legyen. Hát az, hogy a három választás, azt ugye... Nem is hangzik rosszul, de a feltételeket érted, azt nem te szabad vágod. Persze, tiszta sor, nyilván. Csak hát úgy vázoltam így én oldalamat, hogy hogy is gondoltam. Hát ide jöttem, vágod, úgy voltam bele, lesz, ami lesz. Ezt a második lehetőséget, ezt hogy képzelted amúgy? Hát nem tudom, nem gondolkoztam rajta. Mi volt a második lehetőség? Hát... Az egyesülés. Ja. De Max, neked degeneráltak a spanyol. Hát csak kicsit amúgy, de gyorsan tanulnak. Kicsit, gondolj már vele, Lukasszal, Lux. Csákó. Amúgy nálunk is vannak sérültek, de... Nem tudom, mire gondolsz. Jaj, bocs, jó, figyelj, hát, igen, Lukasz az még amúgy kicsi, fiatal, de ilyen sok porzavarnánk. A para van, számítattok ránk, meg ilyesmi. Na jó. Tudjátok, mit mondok erre? Na mit? Káposzta. Na, az mi a fasz? A picsába, bassza meg! Készfeldobás. Kurva életbe! Ez mi az a káposzta? Szebi. Csövíted itt. Számít. Max, meg ez fordulj meg szépen, Maxi fiú. Uramisten, basszátok meg! Van a bilincsorhoz hatás. Tökre megbíztam benned, Raymond. És van kulcsod is a bilincshez, amúgy tesó. Aztán elkészítem, jobb kéz, bal kéz. Kicsit kéz, ne ennyire. Kérlek, nekem ez a kocsi, tesó. Igen, kulcsot vedd már ki a zsebébe. Ja, kocsi kulcs. Juhuu! Vezetem. Ezt hadd próbáljam. Ne vezess. Ültessük be a négy személyesbe, tesó. De jó kifejezni, hogy ez a lowrider kezd? Hallját meg jó. Áú, baszki! Hol visztek most engem? Kiítom az ajtót, bebaszom itt az ülésre. Csak beszélgetünk. Ó, Jeff tudja, hogy hova jöttem? Hát azt nem tudja, hova mész. Övedet. Senki nem tud rólam semmit. Várjál már, tesóm. Ha. Mármint, hogy ja, vigyed. Ja, azt hittem én, tesóm, Roni. Neked azt mondanám, hogy bancsi. De mi lesz anyámmal, Raymond? Szeretitek egymást, nem? Persze. Most hogy fogsz így a szemébe nézni muteromnak? Baszódj meg! Már egy kicsit, Raymond. Na jó. Ó, baszki. Már egy kicsit. Hallgatlak. Most figyelj már. Nyírjatok már ki, ember. Egy kicsit azért ezt gondoljuk át.
A picsába. Tehát, hogy miatt, hogy bal vagy a jobb fülét lőjük el, az amelyet gondolkodtam. Ugyan, de ha most ezt kicsit logikusabban átgondoljuk. A pirosak szopják egymást a szürkékkel, meg a sárgákkal. Ez igaz. Együtt dolgoznak, kurva sokan vannak, be vannak menősödve. Mi körülbelül ennyien vagyunk, plusz-minusz pár ember. Hú, hát az karcsú, baszki, ja. Mit mondtál? De nem az, az a lényeg, milyen ütőképesek vagytok, tesó, nem az, hogy mennyien vagytok. Tehát, hogyha a pisásék beolvadnának hozzánk, vagy nem tudom. Jégkrém. Lehet, hogy jól is elsülhetne. Azért itt a hatalomra azért, érted, akkor már mindjárt miénk lenne a nagyobb piacon minden cucc. És te megbíznál ebben a szarosban? Azt nem mondtam. Pedig megbízhattok. De segítenénk egymásnak, és az... Érted, az még jól is első. Hát baszki, mondjuk, hogyan akkor tudnék bizonyítani, mondjuk, Raymond? Befoglalhatnánk ott az egész utcát, azt az egész motelnegyedet, aki oda jár kipakolni a házakat, elküldenénk, rendet tarthatnánk, érted, te so, miénk lenne az ezt egész mondom. Negyed? Ja, megadhatna 50 ezeret. Ti figyelj, már neked ki a brigádot, neked pisis. Nekem? Hát azért nem csak izé Lukász van ám. Na, hallgatjuk. Hát figyelj, vannak itt olyan emberek, akik érted olyan, mint az árnyék, aki, mint a, tényleg, mint a Ness baszki a sötétbe, mint például Zizi. Most ez komoly. De egyébként vannak ám komoly izé arcok is lógnak velem. Hát most jó, szerintem Corneliusnek kategorizáljuk sehova, őt hagyjuk meg, így kicsit rakjuk félre. Viszont van Cao, érted, aki nagyon király arc és menő, meg tud bánni a Stukkerrel is, meg ilyesmi, úgyhogy... Cao. Ja. Jó, szemű. Hát, nem, hát gondolom, az kínai, nem? Ja, de amúgy... Nagy gangster az öreg. Hát én nem tudom, geci, mit csinálni. Felőlem egyébként fejen is lőhetitek, de nem. Nem már, ember. Tényleg? Nem. Hát nem Picet. Tudom, tényleg? Nem tudom. Ki mit gondol? Kész, én megfogadok. Minus 50 ezeret. Mondjad, Teddy, hallgatunk. Fú. Szót adok. Egy Teddy szemenne. Hú, mondja Teddy, húzzál ki a csávából, tesó, benned bízok. Tudod, hogy össze akartalak hozni Lucival? Persze, köszönöm. Tényleg, köszönöm, hogy nézzék. Javaslattuk azt. De most mi van itt, Max? Tesó, kérdészem. Te nem voltál itt az elmúlt emberben? Hát akkor azon voltam, tesó, de mi volt? Értem, de itt nem hallottad, miről beszélget? Nem. Nem. Elkártyál, mondta, hogy nem mindent hallok meg. Mi történt? Hát érted, Lidában nyomulok én is, ez nálam ilyen afféle jelkép, családi örökség, baszki, meg ilyesmi. Ha veletek nyomulok, akkor nagy lófaszt örökség, te buzi, hát miattunk vetted fel. Még izi voltál, szürke voltál, minden volt. Hát azért, mert az első nap lecsicskítottatok, hogy vegyem le. Aztán kék is volt. Amikor találkoztuk, zöld is voltam azóta, baszki, de nem tetszett. Azért nem tudom, szerintem ezt az hárban át kéne beszélni. Hát ez elég nagy baj. Nekem van egy ötletem amúgy, ha meg... De várjál, azt mondjad már még, hogy most Frankon neked a brigádodban ki van benne. Hát figyelj, nem vagyunk sokan, viszont higgyétek el, hogy annál kiszámíthatatlanabbak az emberek, és eléggé jók, baszki. Tehát csak úgy működhet, hogyha az van, amit mi mondunk. Hát persze, vágom, persze, hát alap. Na várjál, te most vérrel esküdnél arra, hogy összetartana mindkét brigád, és nem bassza át egymásra, és megvédi a lilaszint? Te ezt vérrel hajlandó lennél? Persze, baszki. Azt jelent, hogy szívvel lövünk. De akkor nem tudom bizonyítani azt, hogy én vágod, nem basszlak át titeket, tesó. Én ezt komolyan gondolom. Komolyan, kajak. De igazából nem tudom. Mit szólnátok, ha egy kicsit félremennénk, és egy Kubaknác, szeretek Kubaknác. Maradunk itt vele. Jó. Jó, úgyse tudok hova menni. Hát az a Lukás 13 és fél éves, hogy megy, nem? Nem, mi van veletek? 14. Igazad van, bocsánat, 14 éves. De hát ő igazából nem is izé, tehát én csak vigyázok rá, neki egy a banda élet, ez semmi köze. Hát igen, és szerinted, ha őt elviszik a rendőrök, mennyi mindent fog elmondani? Semmit. Hát öreg, ezt eljeted, vágott, hogy Frankon nem köp a srác többnyire. Aha, de nem köp, te köp a rendőrségen takarított. Mi? A rendőrségen? Be volt öltözve, porszívózott, felmosott. Mi a fasz? Egy napig nem vagyok. Lehet, hogy csak nem van bzer, mint Hudson.
Hudson Bomzer? Hudson Bomzer-e? Hát a legnagyobb a földön. Hát de a te brigádodban van. Biztos nincs. Megfenyegettem a faszomba, azt mondtam neki, ha még egyszer meglátom lent a gettóba, akkor kinyírom, pedig még nem öltem soha. Ja, akkor mi lenne, ha beavatástok megölnéd a Jeff papát? Srácok? Jeffet? Hát, baszd meg. Hát jó, nem vesztene vele sokat a világ, baszki, de azért... Tesó, azért, ha egy rendőrgyilkossal ért, elég meleg lenne a talaj körülöttünk. Mi lenne, ha nem Jeff lenne, ha mondjuk valaki más? Akkor Gattuso. Kilökött a kocsiból az a szarházat. Nekem van egy jobb ötletem. Nekem van egy nagyon jó ötletem, hogy ki lehetne az. Na? Hát mondjuk Hudson. Ha úgyis van zer. Hát jó, persze. De hát az nem is kihívás. Kis lépések. Az egy dagadt kis buzi. Kis lépésekkel kell haladni most. Jó, hogy nem azt kérdez, hogy az elnököt ölje meg. Az jó lenne. Van elnök? Valaki, persze. Valaki van. Én vagyok, persze, hát én vagyok, szóval inkább ne öljön meg. Jó van, persze. Ahogy te ezt elképzeled, tesó. Kiírom, baszki. Hogy csináljuk? Mármint, hogy látni akarjátok, vagy nem akarjátok látni, mert nagyon csúnya lesz. Ha nem bírjátok hogy esetleg, ne akkor... Csak mondom. Hát, nem tudom. Hát persze, hogy látni akarjuk, ja, látni hogy bizonyítanád, mert hogy... Hát jó, megtörtént. Jó, vágom, persze. Jó, hát nem lesz igazából nehéz dolog, mert már napok óta beszélni szerette velem, aztán gondolom csörgök egyet és jön. Na, akkor ezt meg is beszéltük. Szevasz, Hudson! Mi a pálya? Találkoznunk kéne. Hát semmi nincsen, éppen most bomzerkedek, tesó. Találkoznunk kellene majd, Hudson. Tudod, a napokban szerettél volna velem beszélgetni egy kicsikét, úgyhogy össze kéne futni. Gondolkoztam pár dolgon, aztán szerintem dűlőre tudnánk jutni. Ezt vágom, akkor megyek gyorsan. Vagy nem vagy kihangosítva? Nem. Az Isten itt neki-e? Hát nem hiszem el. Na, mit szeretnél most? Mi van, Hudson? Én menjek oda helyette, vagy mi van? Nem, találkozzunk hamarosan mondjuk a... Tudod, tudod, tesó, a Maze Bank Arénában, jó? Ahol volt a tehetségkutatósok. Jó van, oké, én tudok, nem sokkal. Jó van, na, szeva! Szevasz! Az is. Ja, na jó, ez könnyebben ment, mint gondoltam, baszki. Há, sima liba, hamarosan találkozok vele. Na mikor? Hát úgy egy negyed óra, 20 perc körülbelül. De mi is ott akarunk lenni. Hát persze, vágom. Akkor hova kéne menni? Hát azt mondtam, hogy majd bent ütközünk, de nektek akkor el kéne valahova bújni, nem? Hát de bent kéne elbújnunk, nem? De hát még kell bújni. Hát nem kell. Mert hát szerintem meglát minket Hudson így, nem hiszem, hogy ide fog jönni. Hát akkor viszont a egyik kocsival el kéne parkolni innen, nem? Hát de a Max kocsiját azt ismerhetik. Hát de a miénket? Hát azt oda hátra a többi autó közé. Ott a mögé a sarokban, aztán jó van az út. Jó, és akkor hol lehet itt menni? Én nem voltam. Hát figyelj, ott van egy ilyen kapu. Vagy mi a faszom, egy ilyen ajtó, és ott akkor be tudtak menni szerintem. Ha nyitva van. Úristen. De viszont ha megjön, azért valami szöveget toljál neki. Jaj, nagyon jó vagyok szövegekben. Szarjon be meg ilyen. Persze. Tudom. Majd mondom neki, hogy ember. Így. Jaj. Szegény Hudson, pedig én csíptem azt a kis szarházi. Hát én is. Ameddig az, amióta megismertük az elejétől a végéig nem köpött a zsaroktak, addig én is bírtam. Hát tudod, aki köp, az így jár. Az igaz. És itt hol a faszba fogunk elbújni? Nézzétek csak, ott van, hogy section. Ott le tudtok menni. Milyen? A section. Ja. Nem tudsz olvasni? Tehogy nem. Olyan faszomba, de tudni. Mondjuk ennyi haszna volt Hudsonnek, hogy megtanított. Na jól van, én figyelem akkor, hogy mi újság, jó? Oké, és? Aztán figyú, nem is tudom, Raymondot megcsörgetem. Jó. Jó. Vagy jó. Van rádiód? Nincsen nekem ilyesmi. Megcsörgetlek majd, aztán gyertek fel, ugorjatok ki, mint a puma.
Szevol, csak amúgy poénkodtam, ember, érted? Ilyen aféle hülyéskedés. Hülyéskedés volt, ne menj a mézbankhoz, jó? Jó van, akkor nem megyek. Jó, amúgy hogy vagy? Hát, most így egész jó, hogy nem kell odáig elkocsikáznom. Ja, persze, rég dumázgattunk, meg ilyesmi. Tényleg egyébként, már nem hallottam felület, vagy két napja. Aha, hát, ja, zajlik az élet, pörög a biznisz itt lent a telepen. Szívjuk a krekkeket, meg ilyenek. Vágod? Na haló, figyú. Igen? Minden rendben van? Csak azt mondta, hogy még egy 5 perc körülbelül, jó? Jó van. Jó. Aztán majd csörgetlek, majd vedd föl. Jó. Jó, addig szóval. Várjatok, csá. Na figyelj, most dumáztam vele, most van olyan nagyjából olyan 30 szó, azt mondta, hogy 42-43 fele ér ide. Jó, oké, tesó, várom. Jó, van. Jó, tesó, csá. Figyelj már, ti szóltatok hát zönnek, vagy mi a fasz? Nem. Aha, azt mondta, hogy ne nézzem hülyének, baszki, aztán most itt kergettem 2-3 utcán keresztül. Rendesen bepánikoltak is, faszkalap ember. Tuti, nem szóltatok neki, vagy most szopadtok? Nem szóltunk neki, tesó, miért szóltunk volna? Hát tudja a faszom. Azt mondta, hogy én menjek ki, aztán meg mondta, hogy itt meg ez, meg az, meg amaz, mondtam neki, hogy álljon meg, aztán elkezdett előle menekülni. Hát odajött, tesó, és elmenekült. Hát igen. Most eléptél innen? Hát kergettem, baszki. De nem sikerült utalérnem, az a baj. Jó, akkor keressük meg, tesó. Jó. Adom. Valami szóljál. Adom. Figyelj, jó, okay. Szerintem nem járhat annyira messze, és egy ilyen kis... mi a faszom az a kocsi? Baller, tudod, az a kis terepjáró. Ja, tudom, mi az, tesó. Igen, ez szürke, vagy ilyen fekete terepjáróval volt. Jó, elkapjuk, aztán szarrá verjük, jó, érted? Jó, hát jó, tesó, fasza, amúgy kösz, hogy számítatok rátok, baszki. Nincs mit, tesó, bármikor. Na, ütközünk. Na, Szeva, Lémon, Szeva, figyelj már, tudod, miért kereslek, baszki? Nem. Mert most már hallgattam rátok, és neveztettem fasz, és lenne 3 választási lehetőséget. Hú, tesó, nekem nagyon dezsabű érzésem van. Hogy? Jó, itt vagyunk a... Vagy te hol vagy? Én? Itt vagyok lent a gettóba boltba. Jézus fasza, mi a csá? Itt vagyok lent a boltba. Egy boltba vagyok itt a gettónál. Vágod, itt a körtől nem messze vagy mi ez, itt a Grove Street-en. Aha, jó, ja. Oké. Úgyhogy már kéne beszélgetni kicsit. Sokan vagytok? Vagy valami? Egyedül vagyok, tesó. Aha, jó van, akkor ütközzünk. Mi a fasz? Mit keres itt a Verdán, baszki? Mi az, hogy mit? Na, szia, Max. Letétbe adtad. Mi? Ja, adtad letétbe. Hát, tesó, nem emlékszel? Nem. Az 5 rogy, 5000. Hát, ja. Kölcsönkértél 5000-et, és azt mondtad, hogy hozott 20 perc múlva, addig megitájtad a kocsit letétbe. Több, baszki, de furcsa. Nem, megmondom az őszintét, kicsit a kórházba keltem fel, aztán még furcsán érzem magam, de jól van. Hogyha így történt, akkor így történt. Így volt. Ja. Szóval akkor hoztad az 5000-et? Nem. Hát akkor... Semmi probléma. Akkor az autó az úgy nálunk marad, Az ott, az. Aha, az. Ez, ugye milyen szép, főleg innen nézzük. Nagyon szép, igen, nagyon szeretem. Hát nagy baj lenne, hogyha az a baseball ütő megkóstolna az autót. Hát igen, de kis poénos vagy a buj, Raymond. Hát gondolom nem tennétek ilyet abban a szép autóban, nem tennétek. Nem, biztos, hogy Teddy, gyere ide. Kurva élet. Öreg, gyertek ide, nehogy más sérüljön meg. Basszus, ez rossz nézni is. Jézusom, nem árt, és az olyan, mint hogyha humágat egyesével húznátok ki a fogamat. Hát ha megvan az 5 rany, akkor nincs ilyen értelme. Igazából van rá lehetőség, hogy ezt rendezzük. Jó, igazából. Mi lenne az? Azt, hogy leveszed a lila színt kurva gyorsan, átfested az autót, vagy megöllek a faszomba az egész családoddal és a bandáddal együtt. Mm-hmm. Jó, figyelj, hát ez egyébként elég motiváló volt, úgyhogy de akkor szerintem megbeszéltük. Hát akkor szerintem
Itt van a... menjünk be, nem? Átfújják itt. Itt van, közel átfújjuk, hogy ne. Ja. Persze. Maradj csak vezetek én addig. De meg kéne csináltatni. De sajnos nem tudják lefesteni. Azt tényleg. Mert valakik szétverték baseball ütővel. De hülyék. Istenem, milyen emberek léteznek. Ki csinálja? Hát akkor menjünk, szereltessük meg, nem? Aha, oda is elkísértek. Ne viccel. Persze. Baszki, tiszta jó van nap ez a mai. Kibaszott puszi világ. Van nekünk szóval, egy izé. Rodiba is, te rohadt fek a Slim Shady. Fényező. Idióta parom. Igen, te sok? Sokkal lefújja a Verdát. Ha igen, az jó, jó hangzik. Ja, majd jó. Mondom, merre menjél, jó? Jó, fassa, persze. Jó, jó, jó. Akkor ne oda-vissza gondolom, ahol voltunk. Hát, egy pillanat. Történt öreg, hagyjuk. Te is ott, te kendőbe, te rohadt barom, simlis, cserkész kis buzi gyerek, baszki. Mi a helyzet, Teddy? Nem fajj meg, színefény. Jó, zsír, zsír. Zírja. Nem dolgozik ma a spanunk, úgyhogy akkor menjünk a eredeti terv. Ja, aha. Ez jó, ez jó. Új, ne szopassatok már, hogy néz ki? De jó, de néz ki. Mártek az én autóm lenne. De csicskák vagytok, ti baszki. Úristen, de szép, de gyönyörű. Aha, ez... Na így. Az még jó is volt. Az hülye vagy biztos, az nagy lófaszt. Sok hülye egy helyen, basz meg. Hogy te is, Raymond, hogy a faszomban nézel ki te? Te mit méregetsz? Semmit, tesó, minden fasza. Ez jó, fos, barna. Ez hogy? Ez mi a fa? Ez mi a fasz? Ez a mi kocsid. Hát ez az de, merdát. Hát ha tök menő. Azt a... De hát szép. Tudtam tetszeni fog neki. Wow. Nem akarsz kocsikázni egyet, Raymond, másival vele? Megyünk egy kört az de, autót. De, igazából tökre. De. Így megyek. Ahúha! A szomat. Menjünk egy ruhaboltba is el kéne menni, nem? Oda nem, is? Nem tudom. Hallod meg, te vagy az? Mi ez a kocsi? Hát baszki, most festették át, izék, Raymondék. Ki akartak mi sok lila a strip klubnál? Hát nem tudom, mit akarnak, ott fel akarják gyújtani a striptease bárat, vagy mit beszéltek. Ja jó, már úgyis elköltözök honnan, mert elárultak ezek a köcsök mexikói bevándorlók. Elköltözöm? Ja, ó, mondtad telefonban, hogy meg akarod húzni magad ott a gettóban, nyugodtan ja, meghúzhatod. Hát a gettós ruhaboltnak az izé öltözőibe laktam. Basz, meg hát nyugodtan bejöhettél volna Muteromázába. Azért hát persze, Lukasz így sem hívta a rendőröket, meg metetevet. Mi van? Miért hívta rád a rendőröket? Ja, hát mert elütötte a rendőrkapitány, és ezért nem hívta a rendőröket, hogy én ütöttem el. Úristen. Én mi anyag ki is akart megszurkálni, aztán meg metetevet. Hát, mint a Ronny adott neki metet, és nem felszívta, hanem megette. Visszafestem, persze. Vó, baszki. Hát akkor rán kezdi, büszke vagyok rá. Azt mondták, hogy ha legközebb ilyen történik, akkor Ronnyt életfogytiglanra bezárjuk, Lukasz még nevelőintézetbe küldik. Ronnyt, úgy, hogy... igen, hogyha esetleg droggal letetné a gyereket? Igen, igen. Köszi szépen, most adtál egy nagyon jó ötletet amúgy. Illada, telefonálok. Nincs kell eljönni velem a strip klubhoz. De csak átfestem a kocsimat. Szia, most mondjad. Most le fogsz lépni. Nem, ide megyek a szerelőtelepre. Figyelj már, Jeff, hallottam olyan dolgokat, hogy itt Ronnyi droggal letett gyerekeket vágod, és az sripelték a madarak, hogyha még egyszer ilyet tenne, akkor életfogytiglanra lecsukják. Ez tegnapi nap történt, és a mai nap, hát igazából heroinnal akarta beszúrni Lukaszt. És tűvel kergetett mindenkit az utcán, Ronnyi. Azt ki tényleg? Van akkor lehet, hogy elkapom ezt a Ronnyi gyereket. Hát ti valamit csináljatok vele, de tényleg. Itt vannak most... Aztán lehet ráférni már valami nevelőeszköz, ha csak így lehet megnevelni. Csak mondom, úgyhogy igen, pont itt vannak, esetleg rájuk robbanhatnátok. Igen, Ronnyi! Melyik? Aki veletek lóg az utcába. Ja, jó, jó, Jeff bácsi. Figyelj, ez csak részletkértése. Ja, jogos. Nem a lila... Most mennek a rendőrök? Nem a lila Ronnyi, baszki. Ja, nem, azt sem tudtam, hogy létezik a mai napig. A kurva életbe. Lehet, hogy most akkor, aha. Kicsit oda fognak menni, szóval gyorsan gyerünk. Bezzeg, le kéne vennem a izét. Menjünk oda. Jó. Kérdezd meg őt. Az mi van? Te most ránkhívtad a rendőröket, Max? Mi? Hogy a picsába hívtam volna? Dehogy! Akkor
Most olyan meg magnum, ahogy mondtad a telefonban? Vagy hogy legyen? Ne. Ja. Nem is mondtam ilyet. Viccből mondtad, hogy öljen meg Max-et? Nem is mondtam ilyet. Milyen jó humorérzéketek van ma! Úristen! És te miért vagy félmeztelen? Hát, most süt a napvágot, kicsit melegen van, hú! Hát ott a pulttal egy póló a gondolod, edd fel nyugodtan bent a klubba. Igen? Jó, kösz! Akkor felöltözök gyorsad. Mi volt ez a lila szett magnumban? Á, baszki, Jeff, egyre keményebb a helyzet, itt vágod, itt a striptease bár előtt. Mostan ott árugatja a dolgokat? Ja, nagyon durván, baszki. Van rendben, akkor indulunk. Jó van. Nem Max. Figyelj már, gyorsan felöltözök, meg ilyesmi, megiszok egy sört, utána várjatok már, még dumázni szeretnék veletek egy-két dologról, jó? Itt a strip klubnál várjunk persze, meg. Persze, sietek, jó, sietek. Jó, megvárunk, Jó, szevasz tesó, barátom, haverom. Asszopó. Mindjárt csörög a telefonomban egy olyan érzése. Haló, nem találtad meg a pólót? Nem, hátul keresem, de már nem sokára megvan, csak nincs a méretemben, mindjárt megyek. Viszont nincs a méreted, egy darab póló van ott hagyva. Ja igen? Akkor baszki, én rossz helyen turkáltam. Igen. Ott nézd meg az irodasztalán. Jó, kösz, nézem. Köszönöm szépen, Opti, a 100 bitet. Köszi! Aj, baszik! A kurva élet! Aj, a picsába. Hallod, mi ez a nagy felforgás kint? Te írtál bejelentésen, te köcsög! Mi, nem! Mi történt? Gondolom, jöttek a zsarút, vagy mi a fasz? Ja, egyszer csak megnyertek, hogy drogkereskedelem zajlik itt. Én meg rákiabáltam, hogy a liláknál van, és mindenki elmenekült. Jó, mert igazából azt mondtam, hogy a lilák kisgyerekeknek árulnak drogot, lehet Jeff bácsinak. Ja, ó, az jó. Jó, de téged nem basztattak, ugye? Ja, hát én csak beszaladtam a klubba. Akkor szuper, felhívom. Azt mondták, el fogják foglalni, hogyha geciskednek velük, meg ha még egyszer felveszik a lilát, pedig amúgy ott volt benne egy lila ingot, hagytam neked, gondoltam felveszed, az kihez benne. Ó, baszki, amúgy igen, csak kicsit húztam az időt. Hát, most elkapják őket. Elhívom Raymondot, hogy hova tűnt, jó? Jó. Figyú, aztán majd dumázzunk már még egy percet. Ja, a kocsidat lefüstölt, addig ütötték baseball ütővel. Meg is érdemlik akkor. Mi az szemetek, baszki? Vágod, rendesen zsaroltak ma meg, felzaklatták teljesen a lelkemet. Ki akartak nyírni, meg ilyenek? Hát, azt meg megértem. Nincs kedved amúgy kipakolni valamit? Ó, de, lehet róla szó. Jó lenne, meg Cornelius azt mondta mindig, hogy így izé... A Lucy. Bevezet az életbe, meg ilyenek, de annyira balfasz, úgyhogy jó lenne, kicsit érted jobban. Lucynak tetszik a kocsid. Igen, de jó. Ja. Aztán mindjárt lemegyek, itt vagyok a tetőn amúgy. Jó, hello. Hello. Ja, Max. Szeva, figyelj már, hol Ronny vagytok? Vagyok. Hol a picsába vagytok, Ronny baszki? No, véletlen jelent meg egy pár egység itt a strip klubnál, drogot keresve nálunk, és az... üldözve minket. Az volt az és a nagy felhagyás. Jól hallottam a szirénákat, baszki, mi a fasz? Komolyan mondom, itt komolyan... Nem, baszki, dehogy, komolyan mondom, itt már vigyázni kell, tényleg, mert mindenhol ott vannak azok a szemétkékek. Ha hello, már titeket kereslek mindenhol, baszki, hogy tudok segíteni nektek? Na, hát itt nektek? Vagyunk a gettó ruhaboltnál. Ja, akkor jól vagytok? Persze, gyere. Nyugodtan. Jó van, megyek, akkor úgyis dumázgatni akartunk még, meg ilyesmi. Na, király, jaj, szelva, tesó! Cső. Faszomat. Hát, geci, akkor levesszük. Mi van? Úristen, bazd meg! Ember, te elment az a maradék is csepp agyad is, Jeff bácsi, baszki! Most
Most mi bajod van? Te most mit izé boomerkedsz itt a Twitteren? Miért írsz ki ilyet, ember? Tudod, hogy most mekkora bajba kevertél megint? De nem tudom, hogy kell SMS-t írni. Baszki, őr, megtanítanak rá, de most ezt mindenki látja, és a világ is, akiknek azt mondtam, hogy á, semmi közöm az egészhez, ha-ha-ha, érted? Most tudják, hogy én izé... Faszki van. Nem tudod akkor törölni. Akkor meg kell tanítanod, majd SMS-t írni. Megpróbálom, tudom megtanítani. Jó, persze, leülünk, megtanítgatlak, hogyha nem leszek vágott, tudod hol? A kibaszott föld alatt 5 méterrel. Nem leszek. Aj, baszki, Jeff. Jó, hogyha meghalok, akkor tudd, hogy... De igazából nem tudom, nem tud semmit. Megyek most. Van rendben, vigyázz magadra. Igen, vigyázzak, rendben, köszi jó tippet. Köszi szépen, örülök, hogy rád lehet számítani amúgy, Jeff. Na csá. Már ezt a barmot. De hol? Itt bujka azt a szemét láda. Bizú. Ezt hogy képzelted, tesó? Draymond? Igen. Hogy vagytok? Cső! Megtaláltam! Pont téged keresztünk. Azt a kurva, jóságbe rúgtál, most mi ez a, hülyeség? Baszki! Láttad a papád, mit írt ki, te buzi? Tudom, de azért, mert nem csináltam meg a leckémet, és le akar szopatni a vén fasz. A nagy faszt is véletlen robbantak ránk a zsekák, mi? Úgyhogy a hülye linknél meg volt egy 100 pangó. Fú, de jól van a cucc, rendben vagytok? Ki tudtatok jönni, nem? Hát... nem tudom. Szerintem linket elkapták, és az összes panglink alatt. Már megint bazd meg, már 20-adjára. Az jó, az 100 panglink, nagypiaci járat, 10 000, akkor 15 000-re tartozó. Szaros, fasz ki van már veled. A picsába. Én nem, tehát én csak beszélgettem, hogy érted, Jeff bácsi van, mert azt mondta, hogy Ronnie... Jó, én tegnap... megyek ezt a Lucy-t megszúvom. Nem áll, ja, csak menjünk, Lucy, menjünk. Te baszki, léci! Menjünk! Nem áll! Tehát meg. Menjünk, szúrjuk ennyi meg a faszomba. Volt. Így is, meg úgy is. Ennyi volt, Maxi fiú. De mi simán áthajtunk rajtad, szóval... Ti nem mentek sehova? Biztos? Biztos? Nagyon fájós lesz. Baszki, ti, de nem tudtok menni. Nagyon fájós lesz. Nem érdekel. Olyan vagyok, mint egy beton, baszki. 5. Csak mondom. 3. Kárteztek magatokba, ember? 1. Baszki. Ne egye meg, Maxi, mondtam. Vigyázz magadra. Jó van. Lucy, azonnal pattanj a kocsiba és gyere, kurva gyorsan onnan! Úristen, hova szálljad? Csak abban a kis kocsiba, a rózsaszín kocsiba, és húzzál, gyere! Most jöhet. Hát igazából nekem mindegy, a köcsök mexikóiak azok izé... Azok a kiűzhetik onnan. Hát amúgy, de így összevesztete? Ja, eléggé. Hát, ha erre tippelnem kellett volna, akkor ez lett volna a tipp. Haló? Micsoda? Cső, Max! Jó vagy, komám? Max! Megszakadt. Mondanám most... Max! Szegény. Lucynak küldjünk egy képet. Küldj egy képet fíjte, neki, hogy várjál, fogd rá a pisztolyt és úgy küldjed. Au! Anyád, geci! Nagyon szarul érzem magam, csillagokat látok, most mi történik? Addig a jó, amíg csillagokat látsz. Hát semmi extra. A kurva életbe. Nagyon rosszul vagyok. Vérzek. Jaj, de sajnáljuk. Jaj. Most miért figurázol ki? De nagyon sajnálok. Jaj, szegény Maxi fiú vérzik. Vadulj meg, Los Santos. Akkor most kidobjuk a... Kidobjuk a kórház elé, vagy mi legyen? Ne, hívjunk neki orvost. Aha. Ez pont... Ez nem nagyon úgy tűnik ez a környék, mint a orvosok járkálnak csak ki úgy. Na még egyszer mondom, baszki. Kajakra mondom, ha valami bajom lesz, visszajövök, démon leszek, a falakon fogok mászkálni, a plafonon tesó ki csavarodott testtel, és rémizgetni foglak titeket végig, egész nap. Hát ez gondolom. Jó hangzik. Jó mentőt akkor neki. Figyelj Max, fáj a hasad? Aha. Na jó. A doktor Butchert kéne felhívni, hogy városban van-e. Már hittem mentőt. Na jó, van, hát akkor úgy látom, hogy annyira nem érdekli a fia élete, úgyhogy... Most ekkora marhák! Hát akkor dobjuk bele a tengerbe. Engedjék ki őket, engedjék eljönni onnan minden cucca. Jeff, bazzak, ne szopassatok már!
A hülye tweetjeid miatt van minden. Haldokoljon inkább. Szerintem dobjuk a tengerbe. Mit mondott? Azt mondta, hogy haldokoljál, nem magyarázzál. Hát, akkor majd ha tesók biztonságosan eljöttek a rendőrségről minden cuccal, akkor hívja, jó? Addig meg elmegyünk kocsikázni még egy kicsit a pisissel, lehet, hogy meg is fürdetjük. De hogyha oda visszük őket, ahol vannak. Nem kell idehozni őket, sétáljanak el onnan a tesók, minden cuccal, ez volt a díl. Segítség! Segítség, baszki! Hú, vagy én nem várom segítség, te jó ég. Megkínoztak! Visszisörök inkább. Max vagyok! Nagyon csúnya dolgokat csináltak velem, megpulykáztak a lilák, meg ilyenek. Jó van, ez mondjuk nem fáj, csak egy kicsit ciki, ne? Kellemetlen volt. Vállára, aztán vigyük a kórházba még. Na, gyűjjön Max, kapaszkodjon már, most fűveszem a vállam. Raymondnak oda tapadt a golyója a homlokomra. Isten, Jeff bácsi, a legrosszabb rendőr az ég világon. Szevasztok, ciao Magnum! Szevasz, Jeff! Megmentettük az életedet, milyen legrosszabb rendőr? Ja, megmentettétek. Megmentetted, de baszki! Ja. Megmentetted, de meg se kellett volna menteni. Dobja bele a vízbe, hagyd tisztulja meg egy kicsit. Jeff, ezért megérte eladni az információt. Miről beszéltek? Nem! Csinál! Dobja bele. Tisztulja meg egy kicsit, igen. Hát, igen? Jó. Biztos? Mi történik? Haló, ez itt a rendőrség. Dobja bele. Hé! Kezdtem még a mai napot. Na! Úristen, itt mindenki meg van őrülve, baszki! Na, Magdi, mit mondod? Tényleg, nekem kell cipelni a fek a gyereket. Ja. Menj, vigyetek be a kórházba, most szétlövök mindenkit. Hallom, megfenyegettek, hogy én veszek a következő. Nem fogom hagyni. És hogy bújjak-e. Na, csak nyugodj meg. Majd most olyat teszek, amitől biztos, hogy beparáznak. Csak vigyél be a kórházba, nagyon szarul vagyok. Jó. Csak az a baj, hogy csak Sheriff Pucsi van így. Kibaszott Jeff! Gyertek! Sova ültessük, ide? Szálljon ki a gépjárművemből? Magnum. Nem. Mehetünk. Magnum, gyerünk, szálljon. Mehetünk. Meg is érdemlitek, köcsögök! Meg is érdemli, belelökött a vízbe. Meg is vettem a vízbe. Ilyen segfejek, baszki. Úristen, te nagyon nagy pácba keverted ma magad. Én? Jaha. Hát az lehet. Aj, geci. Jézusom. Mivel? Hát így most talán a rendőrökkel, akkor a lilákkal, Magnum a legenda néven, hogy posztoltad azt a twittet, meg ilyen hülyeségek. Ja persze, hát vágod, felvettem a ruhát egy picit, hogy izé. Ajaj, hív a rendőr. Halló, üdvözlet. Majd máskor nem dobnak bele a vízbe. Aha. Milyen vége lesz? Jó! De hogy büntet meg? Jó, akkor hogyha nem hagyja, hogy nyugodtan elmenjek és lerakjam alól a rendőrautóját, akkor nem fog hinni a hétistenben. Hát most mégis mondtam. Hát ez így van, na vissza! Azt mondta a nyomkövető, látják hova megyünk, és ezért jövünk az alagutakba, ez okos, nem? Tényleg paszki, elveszik a térerő, meg ilyenek. Jaj. Okos ötlet. Hú, a kibaszott világot, most megkeresem. Szétlövöm őket, baszki. Mit csináltak veled? Mert hívta, hogy menekülsz előlük, aztán tovább nem hallottalak. Hát igen, mert pont ahogy telefonon beszéltük, lehet, hogy egy oszlopba belementem motorra, és azonnal... hát én mozgásképtelen lettem, lebénultak a testrészeim, baszki. Hát szerint személyen volt Dolci. Azt nem jó, baszki. Oké, Peti, az jelölés van benne, pazd meg. Majd azt mondtátok, nincs térerő itt. Így bénálsz, Dolci Max-et, látod? Rám számíthatsz. A pizsámba, hogy találtak meg? Mondjuk figyeljetek, egy nagyon jó dolog van, hogyha Jeff vezet, akkor... Tehát még GPS-el se fog megtalálni minket legalább, úgyhogy... Ja. Mondanám, hogy fussunk szét, vagy keressünk másik kocsit, csak nem nagyon tudok mozogni. Igen. Ja, neked még mindig mentős kéne? Aha. Hát szerintem már úgy egy 40 perce. Az nem túl jó. Jó, szerintem fejre fordultak. Nem egyszerű vezetni ezt a szutykot itt lent azért.
Hú, bassza meg! Álljanak meg! Ez gond, Magnum! Ez nagyon esti a benzint, mi a faszom? Tényleg, mennyi van? Nem nagyon látom. 17 liter! Úristen! Úristen! Úristen, egy hős vagy, Lucy, baszki! Mióta vagy ilyen jó erőbe? Hát kondíztam egy kicsit. Azt a kurva! Én majd állom az orvosi költségeket, csak mentsetek meg, vagy valamit csináljanak velem. Ha ezt nem élem túl, akkor baszik... Felsikítok, srácok! Felsikítok! Ó, baszki! Köszönöm szépen, Lucy! Azt a kurva! Hú, gyerünk a motelbe, de kurva gyorsan! Hol lehettek ezek a lilák? Azt a kurva! Szerintem tudom, mire készülsz. Én nem. Hát kapaszkodj, az a lényeg, csak hogy kapaszkodj. Kapaszkodj! Jó! Azt a kurva. Annál több benzines kanna? Dehogy. Jó, akkor itt ezt bedobjuk a vízbe és futunk. Annyira kurva jó, hogy lehet eddig úszni egyébként. Magnum! Remélem ő is a jaktra jön. Húztak a rendőrök is! A Istenem! A kurva, ott a jaknál van elméletileg jetski, nem? Te vagy az, baszki! Magnum, gyere! Jön valaki mögöttem! Nincs esély. Lekenem, baszki. Mondjad. Ez így nem lesz jó. Tudom, baszki. Át fogják kutatni az egész jaktot. Ajaj, mit csináljuk? Nem vágom, baszki. El kéne jutott Lucy, hogy hozzon egy hajót. Hajót? Hát én már voltam, nem találtam senkit. Hol volt? Itt. Ahá! Itt a bacs! Mi újság van, srácok? Szevasztok! Max, minek az kellett van magának menekülnie? Hát, igazából figyeljen, én csak megkértek be pattantam. Ez már nem állapot. Úristen! Na jó, a Hége figyeljen rá. Na még egy Magnum ilyen... már rég nincs a környéken. De maga igen. Valahol itt van Lucy is, gondolom. Őt is na forduljon csak a fal felé, most azonnal. Rendben. Maga majom. Aga nem, a nem. Majom. Álljom. A kufa élete, baszd meg. De fut, nagyon fut. Hogyha nem lőne le. Kicselezett. Na, álljon meg! Jó, nyugalom! Mi volt ez a bíregő hang? Ez! Picsába! Ez kurvára fáj! Hát igen, nekem is az úszás. Kifáradtam. Jó, figyelj, megadom magam, jó? Hajjás. Na, jöjjön. Nem akartam már tovább futni amúgy. Kicsit zaklatott vagyok, megmondom az őszintét, mert hát nagyon hosszú órákon vagyok keresztül, és a lilák megkínoztak, le akarták vágni a fejemet, a testrészeimet, meg ilyesmi, és hát nagyon zaklatott vagyok, már kétszer voltam a kórházban, és nem nagyon tudom megítélni, mi helyes és mi nem helyes most. Ja, valami ilyesmi. Az a helyes, hogy most a börtönben fog rohadni. Nem már. De nagyon durván. Jaj! Na, hova megy te? Úristen, baszki! Nem trúszni kéz nélkül. Figyelj, rádobni a hajóra. Segíten átdobni a... A megfutásból figyeljen. Egy... Kettő... Három! Nem! Itt vagyok. Mégse. Itt állok direkt. Átugrok, jó? Levesz a bilincset, inkább várjon. Jó. Jó, Istenem. Na most. Akkor át... Oda mondjuk. Jó. Nem oda. Júj!
Új. Hol vagyok? Ja, itt. Ezt akarom, bazd meg, menjél már, Max! Nem már, geci! Nem hiszem el! Bírd még egy kicsit, kérlek! Ne! Mekkora ez az alagút, vagy mi a faszom ez? Úristen! Úristen, nem hiszem el, geci! Itt az volt a terv, Sanci, hogy... Jó, ki tudna hozni? Jelen kollega! Nekem eléggé a csalódott állapotban le. Hány percet voltam víz alatt? Most komolyan, bazd meg! Komolyan harmadjára megyek kórházba, ez egy óra alatt szerintem. Na de várjunk, és hol lesz autónk, amivel bevisszük? Ott mögöttünk. 2 percet? Húha. Folyamatosan mögöttünk már mindenhol. Balra, kicsit balra még, balra, ott a szikláknál. Hello? Valaki? Úgy érzem magam, tesó, mint a Walking Deadbe, amikor a faszi, főfaszi felkelt a kórházba, kiment, érted, és világ vége volt meg ilyenek. Remélem most ez nem lesz. Tényleg amúgy, chat, ma halunk meg, nem? Szeptember 24. Ezzel van tele a TikTokom. Üdvözlöm, doktor úr. Nem tudom, most itt magamhoz tértem, tudja, hogy van, ez nem sok mindenre emlékszik, úgyhogy megint húzós volt a gettóban az éjszaka, azt hiszem. Önt láttam el szerintem egy pár órája. Ja. Akkor ezek szerint beszállították sikeresen. Ja, azt mondták, hogy ne ígyak többet, de egy fél óráig bírtam, aztán megint bulisztunk valószínűleg a srácokkal. Ajajajajajaj. Azért köszönöm a segítséget. Nagyon szívesen, vigyázzunk magára. Vigyázok, persze. Köszönök szépen minden nektek, nagyon szeretlek titeket. Holnap tuti, hogy találkozunk aztán. Csak is előre. Szevasztok, srácok. Hello.